Tehát mi a Peszák könyvecskéből olvasunk, Ari írásaiból, a szándékok kapujából, a kérdéseket lett föltele a Kavala tévén keresztül, mert a kérdések ki lesznek, sugározva a során. Tehát még egyszer, az mondják az oldalszámot, Héberül, Ari szavai, a szándékok kapui, sárká van ott, a, az növekedése és a kivonulás Egyiptomból. Annak érdekében, hogy az erampin növekedni tudjon, amikor a Zerampin megszületett a kicsinség állapotában, a gyermesség állapotában, addig, ameddig ő meg nem nőtt, az az élt a 13 évet, a Katnut állapotban a Mohinde Katnut ragyogott rajta, és a Nehide imább edényeibe volt beöltözve, melyek a Nehide Abávba öltöztek. És, és, ezek mind beléptek a Zerámpimba, a Mohindekátnuton keresztül, egészen addig, amíg ő el nem érte a 13 évet, és tovább nem növekedett. Azonban a Nehide Ima, de katló állapota megjelent, ez az, és meg, rá nem sugározta az Elokim nevet, mivel a Bína az Elokimnak van nevezve, és és különösen a, a hát hát állapotában, a nehide imában valami fajta nehide ima ráöltözés történt az erampinra, és a Mohinde Katut fényére ragyogtak az erampinon, és mivel a nehide aba az leereszkedett és beöltözött a nehide ima belsejébe, és, és a zerampinban feltárult a bína, ezért a Nehide Abba beöltözése, amely a Mohinde elokímot megadta neki, is megjelent a Zerampinban. A Gadlut de Zerampin állapotában a Nehide Ima beöltözése az még belsőbbé vált, és ők az Echye nevet adták meg neki, mivel még Hadatot kapott, amely a Yesod de Ima szintje, a tíz csapást mérő szint, és, és a tíz néve az Echyének, az a hátulsó állapotban jelenik meg, és ehhez hasonlóan a neca és hod az egyévé válik. És kiderül, hogy az egyiptomi számzat és során a tíz csapás az feltárul, amely egy ráöltözés a gadlut állapotban, a mert a katlót állapodában az elokimok öltöztették be az zerámpint, és mivel a bina a neve egyévé válik, és elokim nevet sugároz, és akkor jön a gadlut állapota az rmp a nagyság állapota, eléri a 13 évet, és a, Havai a Mohinda Havajodnak a belsősége belép a Nehide Ima belsejébe, az Eche nevekbe, és ilyen módon ez hasonlóan a belső Mohinnak a Havajot a Mohinja, az pedig beöltözik a Nehide Abába, és ők a celemet adják meg így, és ezek a cadik szintre emelnek az igazak szintjére, és akkor 7 év, tehát a 7, 7 szeres körülvevés a Mohindegád lutból, amely Lamed Mamed, a celetben, amely számítások, azok a 7 hetet adják ki, és akkor a Zerampin az 20 évesé válik, és, és akkor a saját apjától megkapja az örökségét, amely az ő földje. És ez a mohin, azaz a külsőség és a belsőség egyé válik, és ez az első gadlut állapot, amiről beszéltünk. A felső ima, az fel van osztva kettő részre, binára és tvunára, a házétól lefele a tvuna, a házétól felfele a bina, a tvuna, ez egy parcuf, ami önmagában áll, a bina, az is önmagában áll. Rav, tehát én mindenkitől azt kérem, hogy úgy hallgassátok ezt, hogy amit most olvasunk, azt próbáljátok meg elképzelni olyan módon, hogy mi történik itt, hogy az abe és az ima hogyan osztja meg magát egyetlen párcufra, tehát ugye a felső anya feloszlik imára és tvunára, és a, a Tuna is majd feloszlik a Szabály és a Tvunára, a Zerampin pedig elkezd növekedni a hazétól fölfelé és a hazétól lefele. Itt, ó, itt óriási dolgokról írnak, mondja Rav. Ez rendkívül előnyös, megértitek. Hiszen itt arról a rendszerről beszél, amelyik befolyásol bennünket, és minél jobban össze akarunk kapcsolódni ennek megfelelően, hatalmas erők befolyásolnak bennünket, és vannak közelebb magukhoz minket. az ima ilea, a felső ima, az feloszlik kettőre, binára és tvunára. A házétól lefele a tvuna, a házétól fölfele a bina. A tvuna ez egy parcuf önmagában, a bina egy parcuf önmagában. És mindkettő együtt egyetlen hatalmas parcuf áll össze, melyet úgy hívunk, hogy ima ilea a felső anya a nehi, de tehát az ima külső edényeiből ragyogó fény, az az, amit a Zerampin megszerez a felnőttség állapotában, a 13 évtől felfele, 20 éves koráig, és ez a, a belsősége a parcufnak a tvuna részben, mivel kezetekben a Zerampin felemelkedik, és megragadja a nehide imát, amelyek a belső fényeit magába fogadja, és ezek válnak benne belső mohinokká, fényeké, amik 13 éves éven válik, és akkor újabb 7 év következik, ahol ő az alsó felét, a ti, a ti felettől lefel az imának, megragadja, és onnan kap fényeket, és ezek benne körülelő fényekké válnak, és ezért kiderül, hogy a lemed Mem, de Celem, azok megadják a mértékét az alsó kétharmadjának, az ima tifeletének, tifeletének alsó kétharmadjának mértéket adnak, és ezek, ezek teljessé válnak a évig, és kiderül, a 20 éves koráig a Zerampinak, és kiderül, hogy a, a Tve és túna parcufját meg tudja ragadni már a Zerampin, és ez azonban kizárólag a fele a felső imának, amikor... Akarták kérdezni valamit erről? Neszi akkor először. Hogy a lehetséges az, hogy ami mondjuk, hogy a Tuna az egy parcuf önmagában, és a Bina is egy parcuf önmagában. Mit jelent az, hogy mindenki egy parcuf önmagában? Hát minden parcuf felosztható parcufokra, belső parcufokra. A parcuf az azt jelenti, hogy a Malhut úgy dolgozik, különböző stílusokra osztja magát, van az első kilenc fira, tehát nyilván végtelenségű parcot tud magában ö, ö, felbontani. Minden attól függ, hogy mibe akar beöltözni a munka érdekében, milyen nézetet akar látni magának. Tehát van a Keter Hoppán Markut, ennyi, amit összesen látunk, és a Bína feloszt, felosztja magát, és a ma is felszólíthatja magát, és mindegyik fél félre oszlik, az a egy egyenes fény négy fázisának megfelelően. Tehát a, a sor és a gyökér állapot, amely már abban is megvan a hopma az NMP Malkut. Tehát azt, de mondhatjuk azt is, hogy behinátnak is nevezhetjük, nézeteknek, hogy a 01, 1, 2, 3, 4, tehát ami ragyog a malhuton, ö fények, azok állapotokból ragyognak, tehát oly, az, a Malhut saját állapotai ragyognak rajta, tehát ilyen módon válnak részévé a Malhutnak, és a Malhut az megszorítás hajt végre önmagán, azért, hogy a középső vonalon minden minőséget meg tudja ragadni. Tehát, hogy elfogadjon minden minőséget olyan mértékben, amilyen mértékben azok ragadjonak rajta, és akkor kiderül, hogy ezek az állomások, ezek a behinák, ezek szfíráká válnak majd a Malhuton belül, és ezek így illuminálnak, így töltődnek ki fényjel önmagukban ők nem tudnak ragyogni, nem tudnak csinálni semmit, meg vannak szorítva a Málkút, nem akarja őket használni, tehát a teremény nem akarja használni azt, hogy a teremtő ragyogjon ezeken az edényeken, ő egyszerűen, ő maga akarja megszorítani ezeket, tehát ugye, és a Málkútól tartoznak ezeknek a keterhez, tehát, akkor itt jön az, amivel tudunk foglalkozni, az a gyökér állapot, a sores, ugye az a felső fele, az a teremtés felé tartalmazza, az alsó fele a gyökér állapotnak az a végrehajtást. Tehát a tervből, a felső feléből, a soros alsó felső feléből, a keterből kitered a terv, és alul, ami meg lett tervezve, hogy mit kell tenni, merre kell alakulni, egy megszerzési vágy terveződik meg, ugye ez a Behina Alef, az egyes nézete a Malkutnak, és az a megszerzési vágy az, amit ki kell majd tölteni. Ez a Beina Alefnek a fele. A Beina, alef, a beina Betnek a fele pedig, az azt e, számolja ki, hogy nem akarom többé ezt, nem, hanem én hiányt akarok érezni, és választ, hogy a binálát tudjak válni, adakozni, azaz. Az alsó, a fel, az ketelnek a felső, az a Beina Betté válik. A a Bet az egy második megkülönböztetés, ami, meg, ami nem akar megszerezni, nem adakozni akar. Ezért mondjuk azt, hogy a ketternek az alsó fele az csapásokat mér rá, azért, hogy adakozzon és nem megszerezzen. Tehát ő nem kap meg, később majd felfedez, hogy nincs mit adni, de most létesen. De az elején ugye erre törekszik. És a világnak az alsó fele, akkor olyan adakozni, hogy, tehát az valamit meg kell szereznem, mert én tiszta megszerezési vágy vagyok, tehát meg kell szereznem, hogy adakozni tudjak. Tehát ugyanez a cselekedet jön végre, a sorestől lefele, tehát a keter hova, hogyan fordul a hokmához, és a, ahogy a bína fordul majd az És a binának az alsó fele, az gyakorlatilag arra vágyik, hogy, hogy keterré váljon, a keterhez hasonlítson. Tehát neki ezért hokmát kell megszerezni, és a binának a fele az a hokmá, hokmát akarja befogni, de nem a hokmát fogja befogni, hanem az elempin. Tehát az elempin pedig, ez az, amit úgy nevezhetjük, hogy a kis hokma, ugye? Tehát a kisebbi kart, azért az, az tehát, és az lmp megfelelően neki van a hazétól lefele és hazétól fölfele része, és az a felső fele az lmp az a bínához kapcsolódik, hogy mindent megkapjon a bínától, és az alsó meg gondolja, hogy hogyan építsen föl egy olyan megszerzési vágyat, amely nem a felsőtől számít, hanem önmagától. És hogy ez igazi adakozó legyen ennek ellenére? És akkor ő pedig a markúthoz kapcsolódik. Tehát mi azt láthatjuk, hogy itt elkezdődik minden egyes szinten, minden egyes behinában, hogy ketté válik a behina, miért? Mert különben hogyan tudna megváltozni? Hát az adott állomás. Tehát a felső fél, az mindig ugye adja a születésének a következő szintet, és ilyen módon tudok én, vagy a takton, a felső, hogy így tud az alsóhoz fordulni. Tehát mindig ilyen felosztás van a felső és az alsó viszonya. Tehát És semmi új nincs, tehát minden egyes behinában a saját természeteknek megfelelően ö szerkesztődik meg a behina állapotrendszere. Mondhatjuk azt, hogy amikor a makrót kiválasztja a munkát a 9 felső szférával, akkor a teremtő minőségét keresi, vagy pedig ö valami máshogy szó, Igen, magyarul. Oké, okay. tovább, magyarul, hol vagyunk? De most a Mikámat engedi kérdezni. Itt azt írja, hogy bár a Nehide beöltözése a Nehide imának, a katnot állapotában az e Elokimnak nevezük, mire a Bina neve Elokim, és akkor a Mohinde Katnót az úgy tűnik, mint a Nehide ima közelebb kerülne a Nehide ába közelebb kerül a Nehide ne imához. És akkor ezen belül felfedez. És ez mit az belül berülnek meg? Azért, mert a fele az imához tartozik, a fele az apához ennek ami leérkezik. Oké, okay, de hogyan lehet az, hogy a felső nehide, abba beöltözik a nehi imába, hiszen ez a felsőnek az apja, az mindig a gágnémába költözik a, az alsónak a gágnémába. Azért, mert a nő és a férfi pontosan itt egymástól tudod öltözni, a, meg, a te megtermékeségekében. Oké, okay, de akkor van egy második megszorítás, nem? Tehát a nehi, hogy tud beöltözni a nehi? A nehi a nehibe öltözködik? Olvasd! Még nem beszélünk a második megszorításról. Miről beszélsz? Itt arról beszélünk, hogy az Eránpinta acilutiról beszélünk. Milyen megszorításról beszélsz? Oké, pontosan ez a kérdés. Hogyan lehet az, hogy a nehide beöltözik a nehide imába? Hogyan lehet az, hogy ez a folytató struktúra jön létre? Az abban ragyog az imában. Mert fölötte van. Ezt érted? Igen. Na jó, olvassunk tovább. Oké, de akkor itt... Tehát ők beöltözik a nehide imába, a nehide ába, és ezért az, az Rampinban mind a kettő megjelenik, és, és ez tudja megszülni az Arampint a Bína. Tehát itt a Bína, Bina által ugye kell valami, ami érzi az Arampint. Nem, 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 ez lényegtelen. A cele meg, nem, a ide Ima. Beszéljünk a Nehide Imáról, az Nehide Imának az alsó része. Utána majd meglátjuk, mi történik. Tehát a ide Imában, ugye ez a Neka esod Yesod partufiai, illetve e, szvirái, tehát akkor ezek mi, mi történik itt meg? ez a, gyakorlatilag ez az a, a barukó, a teremtő, ez az, ahol azt mondja majd Mosének, hogy gyere hozzám, és menjünk el a Fáraóhoz. Nem, itt elmagyarázza, mondja Rab, hogy honnan származik a Nehide Ábától és a Nehide Ima kérdése nagyon fontos, ahogy írva van, mert hogy kapcsolódik ez mózás? Mert azt mondja, hogy gyere a Fáraóhoz, mondja neki az Isten. De itt egy kockázat jelenik meg, mivel, mert az ellenpér itt volt. Mi mit hívunk uh, mi, milyen fajta kockázatra gondolsz. Én nem értem, miről beszélsz mondja. Rá. Tehát itt van egy rizikó, hiszen mi azt tanuljuk, hogy a Gadlut, a felnőttség az egy olyan fény, ami maga a Gadlut az olyan, hogy ő azt arról beszél, hogy amikor gyermek áll, mondjuk, hogy gyere a fárahoz, akkor azt jelenti, hogy minden teljesen oké okay volt, hiszen az alsó fény részben nincsenek fények. De mi történik azokkal a mohilokkal fényekkel, amik az EINP-ön belül uh, uh, hiszen az BIN-nától kezd függ. Uh, függeni, hogy, és az, az anya pedig az apától függ. Tehát mi történik itt? Ravingatja a fejét. Vagy? Vagy én túlzottan materializáltam a dolgokat. Hát a te értelmed fölémelkedik az én értelmemnek, mondjam. Le vagyok nyűgözve attól, amit te magadban megteremtesz, mondjam. Tehát elképesztő, hogy mi van benned. Na, Na folytassuk csak, mondjam. Tehát második oszlop. hogy a felső ima feloszlik két parcufra, az a, a hasonló a, ké, a, felső imának a felosztására két parcufra, túnára és binára, e, ez az, az, a felső aba, az feloszlik két parcufra, hokmára és Izrael szabára és ahogy a Zerampin 13 éves kortól 20 éves koráig megkapja a belső mohinokat és a külső mohinokat, a külső fényeket az imától, az anyától, a Tvuna parcufiától, amely gyakorlatilag a fele parcufi az imának, ugyanígy mohinokat, fényeket kap az apától, az abától, belsőket és külsőket az Izrael szabától, amely amely az, az, az abának, az apának a felső partja fel. Itt hasonlóság van, mondjuk. A felső, a, a fe, apának a fele, az anyának a fele összeadódnak, és kapcsolódnak az elámpénhoz. Hogy ez mit jelent, nem tudjuk, de meg fogjuk tanulni majd. Tehát hogy a struktúra következő. Tehát van az aba, meg az ima, fél-fél. Ez így van. Van itt még kérdés. Tehát tegyük most oldalra, a legfontosabb dolog az, hogy megértsétek ezeket a blokkokat, hogy lássatok a rajzokat magatok előtt, hogy van ez, meg ez, meg ez, ezek összekapcsolódnak, és hogy minden blokkban mi van, azt nem tudjuk pontosan. Tehát, kiderül, olvassák tovább, hogy az RAM a kicsinség állapotában megragadja a körülelő és belső fényeket a, a jeszudon keresztül, tehát a gadlutban, a felnőttség állapotában pedig belső fényeket és külső fényeket kap, a jeszút belsős, a belsőségétől, és akkor az Eirán az visszatér a katnut és gadut amelyek magasabb szintűek, azaz a hokma és a bína az a felső feléhez az abaveimának, és onnan a hazétól, hazétól felfelek a fényeket, ezért a katnut és az első és a gadut állapotát úgy hívjuk, hogy ne hide abaveimát, és a második gadlut és gadlut az a Zerampinak úgy hívjuk, hogy Hagat de Abaveima. És mivel a hokma és a bina azok a Hazade Abaveimától felfele vannak, ezért mondjuk azt, hogy mi a Hagat. És ezt követően, hogy elmúlik az Zerámpin 20 éves kora, felemelkedik és megragadja a külsőséget az Abaveimától, a hokmát és a bínát, és a belső és külső körülő mohinokat, és akkor ezt nevezzük úgy, hogy a második katnút kicsinség állapot az erámpinnak, és akkor felemelkedik, és megragadja a belsőségét a hokmának és a bínának, azaz a belső és külső fényeken keresztül, és ezt nevezzük úgy, hogy a második gadlut állapota az erámpinnak. Tehát kétfajta katnut és két fajta gadlut állapot van a Jezútban, és a hokmában és a binában. És, és ez mindkét parcufot hoz létre az abaveimában, és akkor az erampin, az idősebbik fiú megörökli a felső abaveimának a teljes örökségét, és ezért hívjuk őt idősebbnek, mivel ő felmelkedik arra a szintre, amin a hokma és a bína van, a felső hokma és bina, amelyet öregebbeknek nevezünk. És ekkor az erampin visszatér, és felemelkedik az arich a felső diknához, ahol, ahol új imát emel sabatkor, és ebből nincs más felemelkedés az erampinhoz, mivel ez a lényege az ő emelkedésének, hogy felemelkedik az erampin, a zerampin, a Katnutból, a gyerekkorból, egész addig, amíg elérkezik a pirkávodhoz, azaz az öt év összekapcsolódáshoz, amíg száz éves nem lesz, és majd el nem hagyja a világot. És ezek a szintek az Zerampinon belül emelkednek az első szinttől kezdve egészen az utolsó szintig. Van kérdés, vagy nincs? Kérdezi Rav. Van. Rav, ön azt mondta ezt megelőzően, hogy próbáljunk meg figyelni arra, ami írva van, mivel ez fontos. És elmagyarázta Nessinek, hogy a parcuf fogyoroszlik föl két parcufra, tehát, tehát hogyha jól értem, vagy értek valamit egyáltalán, valamit van írva, ez oké, okay. de amikor elolvasom a szöveget, nem értem, hogy miről van ide írva. Tehát a részleteket semmit nem értek, még itt sem. Akkor mit kell tennem? Figyelj. Te mindenek előtt. az a tény, hogy te itt ülsz és figyelsz. Ez egy jutalom. Meg lesz a jutalom ennek, mert ez ellenében dolgozol az egónak. Mindennek, ellene tartasz, hogy ne aludj el, érdeklődni próbálsz. Tehát végső soron te kísérletet teszel, mivel te hiszel a bölcsekben valamilyen mértékben, és az a hit azt mondja neked, hogy tegyél erőfeszítéseket, figyelj arra, amit mondanak, és ezáltal nyereséget könyvelhetsz el. Itt lényegtelen magyar, hogyha te itt valami fajta egoista erőfeszítéseket teszel arra, hogy megszerez valamit, hanem sokkal fontosabb, hogy ezáltal kapcsolatban leszel azokkal az emberekkel, akik előkészítették ezeket a könyveket, megírták őket, az Ali Szentarit Arit megelőzően, akik írtak erről, egyre többet és többet. és ez a spirituális világhoz, rendszerekhez kapcsolódik, a teremtő cselekedeteihez, a tényhez, hogy te aláveted magad ennek, mindezetnek a dolgoknak. Ez azt, azt jelenti, hogy legalább egy kicsiny ragyogást kapsz ebből, és aztán megpróbálhatod megérteni, a kabalának a szavait, a midrásnak a szavait, hogy tehát minden alkalommal valami, valami elér hozzád. Tehát először először a kapcsolatot nem érte semmit, de az erőfeszítés az működik. Ennek ellenére ez a nagyon lényeges dolog. Tehát végső soron magyarabb, a fény, a körülelő hatalmas fény, az ragyog. Nem annak megfelelően, mennyit értesz belőle, hanem abban a mértében, amilyen mértékben te kapcsolódni akarsz. Ez az, amiről le van írva. Ugye a 10 fira bevezető tanulmányában a 135 pontban le van írva. Hogy akik nem értik, nem kapcsolatuk ehhez, látható módon, mégis hatalmas vágyuk van arra, hogy elérjék, megértsék, feltárják az erőfeszítőre megfelelően, a szomorúsára megfelelően, amit éreznek a világ iránt. Ennek megfelelően a körülő fény ragyog rajtuk, és megváltoztatja őket. Tehát, tehát enélkül mi nem tudunk a szöveghez kapcsolódni, tehát valamilyen mértékben részévé kell válnunk a Midrásnak, az allegóriáknak, mert enélkül nem jutunk el a hiányhoz. Tehát végsősorban nekünk meg kell próbálnunk és közel kell kerülnünk ez az egész szöveghez. Azonban még egyszer a probléma itt az. Ugyanúgy, mint Amikam esetében, hogy, hogy mindent intellektuálisan próbálnak megragadni néhányan. És ha ezt így csináljátok, akkor nyilván eltűnik a szöveg. Mert az én intellektusom becsap engem, mert, mert nem a magasabb erőnek tulajdonít itt mindent, hanem sokkal inkább, mintha olvasnék egyfajta mechanikus könyvet. Mi történik itt? ettől függ az, attól függ ez, hogy kell ezt kapcsolnom, ez súgja nekem. Tehát, mi az a körülfény, milyen fajta körülfény kell megnyilvánulni itt, mi emelkedik föl. Igen, tehát valójában itt ülsz és nem tudsz semmit, hanem felsírsz mindenféle dologért, nem tudod, nem érted, hogy mi ez, mi az. És itt ülsz és sóvároksz erre. Ez egy mechanizmus, és itt a probléma. Vagy még rosszabb. Tehát megelégedettséggel érzel. Ó, oh, én értek mindent. Én, és akkor itt a vénáimban, az értelemben érzem. Akkor már értem, hogy hogy kap a Zerampin gondoskodást innen, vagy onnan. Ebbe, vagy abba beöltözik, és ez befolyásolja őt. Oké. Okay. Ak akkor nyilvánvalóan kijövök az ürességből. Tehát, nekünk arra van szükségünk, hogy megpróbáljatok, nem ebbe vagy abba az irányba haladni, hanem sokkal inkább a két vonalon, két vonat egyesítve a két haladni. Pársa Moszkvából kérdezi, mi az. Tehát miért nem a tabúrtól osztik fel az ima, miért a hazétól? Mert az adakozás edényei az erampinban az úgy születik, hogy az ima kiterjed, tehát a tabur, az mondja bocsánat, meg másképp mondom, mondja a teljes testet, az tifeletnek nevezzük. És a, van egy ezen belüli felosztás, hogy a tifelet első harmada és az alsó két harmada, amely gyakorlatilag a teljes testhez tartozik. Ez a cavótól, e, ugye ezt nevezzük tifeletnek, ugye? Tehát... mi tanuljuk majd ezt, ez nem, e, ez nem lényeges most. Az anya, az kiterjed a Tiferetig, a Jeszadon keresztül. A ah, itt egy folyamatot ír le, ami különböző szinteken keresztül megy első, második, tehát a katnót, első gadlót, második gadlót, első kadlót, második Mit tanulhatunk ebből a gadlót és a gadlót állapotának a változásáról? Az Abaven nehéből, tehát a gadlót és a hagatnak a katlutjáról és katlójáról e, e, mit tanulunk? Én nem ajánlanám, mondja Rav, hogy belépjetek ebbe és elmerüljetek abban a hogy ahogy ez felépül, különben el fogtok feledkezni a célról. Tehát nektek most nem a tudás kell specifikálni, ezért az a, 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 itt most az okos az nem tanul. Ez a bölcsesség, akinek több, mint a cselekedetei, ez nem jó. Ezért arra van szükség, hogy mindezeket dolgokat azokat adjátok össze a, a rendszer általános szintjén hogy az, ami rajtatok múlik, hát ki a Malkót, mi a malkut, hol a Malkót, ki az erámpén, honnan jön az erámpén, ki az a Tehát a felső, a felső, felső. Tehát ez a legfontosabb dolog, hogy ezt értsétek. De mennünk el a Karacska következő részére. De előtte énekeljünk egy dalt együtt.